fogalommal foglalkozunk, amivel igazán nagy publikum előtt még tudományos publikumon kívül még nem nagyon foglalkoztunk. Sokszor sokan írnak mindenfélét róla. Olyan fogalommal foglalkozunk, ami folyamatosan változott, és hát az utóbbi 10 évben annyira változott, hogy a csak hagyományos eljárásokat fogadunk el, ez kikerült a fogalomból, és elnézést, visszanézek. Kikerült a fogalomból, és hát majd meglátjuk a később a fogalmat. El kell mondanom azt, hogy 20 perc alatt kell egy olyan előadást tartani, amit néha az egyetemen biztosi tanár úr tudja nagyon jó, hogy 4 órás volt, mire végére értek, és körülbelül a 4. óra végén kezdték a hallgatók érteni, mi a terroir fogalma. Most a 130 dia helyett 54 dia van, de sokat fogok ugrani. Ellentétben szokásommal, hogy 5-6 diával megtartok egy előadást. Van történelmi háttere a terroir fogalomnak. Nézzék meg, 1869-ben Eötvös írja, hogy még lesz úr és gazdag ember ez országban, kell jelenni, sehol másút nem utánozható magyar bornak is. Mi ez, ha nem? Történelmi, és ő is sorolhatnék még másokat is. És ezután nézzük meg a fogalmat. Azt mondja, a szőlészeti borászati terroir egy olyan területre utal, ahol kialakul egy jól azonosítható fizikai és biológiai környezet, valamint a használatos szőlészeti és borászati eljárások interakciójának kollektív ismerete, és ez megkülönböztető jelleggel látja el az onnan származó termékeket. Ugye 17 féle van a borban. Hát ez eléggé nehezen fogható, még komoly emberek, akik ezzel foglalkoznak azok számára is, egy kicsit magyarázni kell. Tehát először is a terroir nem csupán a termőhely, bár sokan csak ezt értik alatta, hanem a termőhelyből, ahol kialakul az az azonosítható fizikai, biológiai környezet, és jól elhatárolható, nagyon fontos, és még a termőhelyről annyit, egy kicsit kitérőben, hogy a terroir bor használatánál nem lehet leszűkíteni csak egy kis termőhelyre, mondjuk a dűlőre vagy a parcellára, hiszen most idézőjelben van téve a borvidék, ez igazából lehatárolt területet jelenti az eredet megjelölésnél, gondoljunk bele, sokszor egybeesik a borvidékkel, de nem mindig. És nagyon fontos, hogy a hierarchia akkor sikeres és akkor érvényesül, minél haladunk a kisebb terület felé, annál inkább szűkebb, szigorúbb szabályozások lesznek egy-egy ilyen bornak a termelése során. És bármelyik lehet a terroirnak a neve. Tehát nincs kizárás. Igenis, egy Eger név, egy Tokaj név, egy Villány név, vagy sorolhatnám, az is terroirbor lehet. Különbségek vannak természetesen a történelmi hagyományokra és kutatásokra alapozva. Például Tokajban nagy jelentősége van, és egyre nagyobb jelentősége lesz a település név használatának. Egerben kutatások igazolták, hogy nem lehet település szerint lehatárolni, mert településen belül sokkal nagyobb jelentősége van a dűlőnek, és fölülírja a településnek a jellegét. Tokajban pedig a gyakorlat igazol, hogy van a települések között különbség. Nagyon fontos, és köszönöm az előző 2 előadást, mert sok mindenben részleteket elmagyarázott borászati technológia szempontból, holnap meg majd szőlő termesztés, meg élettani, meg hasonló szempontokból Báló Borbála fogja a terroir megközelítést elmondani. Hogy az ott élő termelők egyességre jutnak, vagy jutottak, az alkalmazott szőlőtermesztés és borászati eljárásokban, és ide beletartozik az oda illő szőlőfajta is a szőlőtermesztési eljárásban, és hát itt is megemlítem a kisebb földrajzi egység, egyes szigorúbb szabályok.
Lényeges dolog az, és hát ezzel is lehetett volna kezdeni az előadást, hogy Magyarországon nem beszélhetünk a borágazat egyértelmű sikeréről, hiszen folyamatosan csökken a szőlőterület. Vannak sikeres vállalkozások, tegnap Tornai Tamás szépen elmondta, csak a német piaccal rendelkezik, nagyobbaknál most nem beszélek az importboros vállalkozásokról, és van kisebb százalék, ahogy Gyuri mondta, én 10% körül vagy még az alá teszem, akik sikeresek. Nagyon lényeges a tudatos bortermelés. És tudatos bortermelésen belül, mint minden más termelésen belül is, két termelési stratégia létezik. Az egyik a költségminimalizási termelési stratégia, a másik a hozzáadott értéknövelés termelési stratégiája. A terroárbor csak ilyen módon születhet, ide írtam. A költségminimalizási stratégia nem azt jelenti, hogy csak a költséget csökkentem, itt lehet gondolom olvasni az írás hátul is. Két eszköze van, az összes költség csökkentése, és másrészt pedig a hozamnak a növelése, mert a fajlagos költséget, egy kiló szőlő, egy palacka jutóbor. Hát itt most ugrálok sokat, mert itt látunk példákat erre, mondjuk a kocintóssal, vagy a Yellow Label, amikor a márka a fontos a marketingben, egyedi marketing van, és ezt vagy az árával, vagy pedig nagyon komoly más marketingelik. Másik a hozzáadott érték növelés stratégiája. Lényege az, hogy egyedi borkarakter, mint a borminőség egyik fontos tényezője, majd lesz később egy ilyen díja, ami a borminőséggel foglalkozik, alakuljon ki a borban, és ennek egyik lehetősége, hogyha a termőhelyi jelleget hangsúlyozunk, ezt ugye senki nem vitatja, hogy a termőhelynek komoly hatása van a borminőségre, a borkarakterre is. De természetesen ehhez bizonyos feltételek kellenek, azok a szabályok. Az eredménye pedig itt láthatunk azért egy tekenőháti Pinot Noir, Merlot, bár Pinot Noir is van, nagyon jó, és hát láthatunk két egy bordói példát, meg egy Romané Contit, a világ legdágább borát, mondjuk a Romané Contit. Ahol a termőhely, az a kis pár hektár, maga a bornak a neve. A hozzáadott érték, és most így gyorsan, és a hozzáadott érték növelése, ha látjuk ezt az ábrát, nincs időm rá végigelemezni, ott van egy olyan kicsit halványabb vörös vagy bordó szín, nem tudom, hogy jelenik, hát itt sokkal jobban látszik, mint ott, de a szőlőtermesztési borászati, a termőhely egyediség történelme, a termőhely magában hozzáadott érték, annak megfelelően járunk el. Egyediséget biztosító technológiai többlet, kifejezetten nagyon sok a szőlőtermesztésben van. És a Pásti Gyuri pedig elmondta azokat, nem mondta el, hogy ezek a technológiák, legjobb technológiák, bár nekem elmondta, de ideje nem volt, hogy uniformizálnak általában, de mondott az elején pár olyan technológiai elmet, ami kifejezetten megvédi a szőlőnket, és megvédi a borunkat, és valószínű, hogy a termőhelyi jelleget is megvédi. Tehát a közösségnek kell megalkudni ebben, hogy mi legyen. Nagyon fontos a garancia, a hitelességnek a biztosítás, az eredetvédelmi rendszer. Kutatásfejlesztés és a marketing az már itt mind a kettőre lehet gondolni, csak a terroárboroknál, vagy a termőhelyi karakterrel bíró boroknál. Ugye a termőhelyi kutatások fontosak, amíg a másik termelési stratégiában pedig a nanotechnológia, ami megjelent mondjuk, hogyha gyorsabb akarok lenni. A stratégiák alkalmazása. Most itt jön a kicsit a magyar helyzet. Keveredik az alkalmazás. De miért? Azért, mert a nevet, mint hozzáadott értéket, és nagy vállalkozások kifejezetten szeretik használni a földrajzi nevet olyan esetben is, hogyha esetleg a borminősége nem, és a karaktere borminőségben nem éri el azt. De ennek oka a tőkeszegénység és a piaci kényszer. Mert ennek hatására kénytelen úgy tenni, mintha hozzáadott értéket növelne, mert használja nevet, de mégis költségminimalizási stratégiát alkalmaz, hogy fajlagos költsége egy liter borra minél kisebb legyen. Például magas hozamok.
És itt meg kell jegyeznem, és ezt el szoktam általában mindenhol mondani, a Borrelet védelmi tanácsülése olyan nincsen, ahol nem mondom el, hogy kérem, a szőlőt úgy termelik, ahogyan azt megfizetik. Erről lehetne erről mondató órákat beszélni, de ez a lényege. A szőlőtermelés, bortermelés Magyarországon még mindig nagyon elvált, de vannak olyan szőlőtermelők, és képesek rá, hogyha úgy fizetik meg, akkor olyan szőlőt termelnek, amiből lehet. Néhány példa, ez a 10 perc volt? Jaj, köszönöm szépen, nagyon megörültem. Néhány példa a termőhely egyediségére, hát hoztam egy szekszárdit, hogy itt a fűszeresebb borokat termelnek a lösztalajon. Egy medokot, elnézést, hogy ezzel hasonlítottam össze Zoli szekszárdot, de tudnék róla beszélni mind a kettővel. És hát egy Sauternes-t, meg Tokajt, ahol a egyik helyen a talajtani tényezők, másik helyen pedig a klimatikus, tehát a környezetnek a klímája hozza azt a botrytiszes pluszt. Fenn lesz a honlapon Kocsis Pista kollégámnak, a volt kollégámnak talajtan kutató, a talajképző kőzet hatásai a bor tulajdonságaira. Néhány példa Válogorba és munkatársaitól a hogyan lehet ezeket megjeleníteni térképen, de honlap majd biztos sokkal többet fog mondani róla, csak itt a helye és itt is látni kell. És egy kicsit a termőhelyi kutatásokról. 1996-ban indítottuk Egerben, Kékfrankoson. Az első pár évnek a konklúziója az volt, hogy 10 tonna per hektár fölött nem igazán jelenik meg biztonsággal termőhelyi jelleg. Majd 2002-2004 között a EGRI kutató az Eszterházy Károly Főiskolával termőhelyi kutatások, élettan, térkép, klimatikus adatok felmérése, stb. Hiányzik, lehet sok minden. A lényege az, hogy tudományosan igazolt különbségek termőhely hatására a borokban. Termőhelyi kutatások folynak azóta is sok helyen, és utána volt 2006-2009 között, lehet, hogy évbe tévedek, az ország minden borászati kutatóintézete be volt vonva, termelőkkel konzorciumban, fajta, klón, termőhely kutatás, technológiai, üzemi méretű technológiai kutatások, amelyeknek eredményei is voltak, és itt is beszámoltunk róla. Igazi eredmény javaslat a termékleírások kialakítására. Hát a termékleírásokat a 2009-es állapot alapján kellett leírni, majd most jönnek a fejlesztések, néhányan megtörténtek. És most pedig elindult az EKF-en belül, az Eszterházy Károly Főiskolán belül a talajok vizsgálata, borminőség összefüggései termelőkkel közösen. Néhány kísérleti eredmény bemutatása, amit nem veszek túl komolyan, de az a lényeg, hogy leíró jelleg is van, profilanalízis is van ezekben, dűlőket össze lehet hasonlítani, tényleg nagyon komoly kísérletek voltak, ezek nemzetközi szinten is voltak publikálva, és itthon is. És hát odaugrok, hogy nagyon fontos elvárás, a magas áruk miatt is a terroir borok azonosíthatóságának biztosítása érzékszedő és analitikai módszerekkel. Ezt nem mi mondtuk. 2007-ben itt egy terroir workshopot rendeztünk, és akkor Peter Hayes, egy ausztrál ember volt az OIV-nek az elnöke, hát már a nációjából is elképzelhető a megközelítése a dolgoknak, a 90%-hoz tartozik, és a Gyuri is említette, nagyon komolyan felvetette, hogy igen, jogosultsága van ennek, csak az azonosításra is szükség van, mert ha drága bor, akkor miért fizessek érte annyit? Komplex módszerek kidolgozása elkezdődött, ebből majd a honlapon láthatnak eredményt. Az a lényeg, hogy a fémtartalmat vizsgáljuk, és a kation tartalom belül igazából nem is az összes kation tartalom, hanem az alkálifém és alkáliföldfém tartalomnak a megoszlása hasonlít egy-egy termőhelyen belül több évjáratban, de itt egy főkomponens analízis nagyon szépen igazolja, hogy az S háza síkhegy, a KT a kántortaga, az N az pedig a Nagyegedről származó minta, hogy ezek különböző halmazt alkotnak. Tehát valamilyen úton errefelé lehet elindulni,
és reményeink szerint elindulunk és megyünk ebben tovább. A következtetések annyi, hogy a módszerfejlesztés és annak folytatása fontos a terroir borok reputációjának növeléséhez. Tehát nem mindegy, hogy ki és mikor és hogy írja rá. Növelni kell reputációt, és most ezt a borminőséget lehetett volna az elején is felrakni itt is. Lényegében az a fontos, hogy az érzékszervi minőség egyik fontos eleme része a jelleg és a karakter. Ezt a legnehezebb megfogni, de pontosan a termőhelyi karakterrel rendelkező borok, vagy sokan ugye terroir boroknál nevezik, ezeknél nagyon sokat számít. Az EU borreform előtt Magyarországon az eredetvédelmi kategóriák, vagy borkategóriák így néztek ki, és a borminőségnek volt egy hierarchiája, asztali bor, tudtuk róla, hogy nincs jellege. Földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor, vagy tájbor, hát volt valami, és a meghatározott termőhelyről származó minőségi bortól várta mindenki, hogy van valami. Igen ám, de a helyzet az volt, és most a következőt, amir már a reform után is, de az a germán és a latin koncepció összevetése nagyon fontos, mert a borreform során, az EU borreform során a latin koncepció érvényesült, a franciák érvényesítették a dolgaikat, és ezt a termékleírások készítésénél is észrevette mindenki, mert lényegében az ő koncepciójuk alapján készült. Ha a bor minőségi szintjét és a bor karakterét nézzük, a mi minőségi borunk a régi, meg a mostani nagyon sok OM is ide tartozik. Hát megpróbálom előkeresni ezt a megvan. Hát nézzük meg, hogy a borminőségi szintjében is nagyon nagy változatosság van, meg a karakterében is nagyon nagy változatosság van. De belegondolunk, hogy az eredet megjelenés termékleírások legtöbbje úgy kezdődik, hogy 15 mustfok, 140 mázsa per hektár. Mit várhatunk? Erre van rákényszerítve a magyar gazda, meg a magyar borászat, de igazából csak ennyit várhatunk tőle. Ha egy kicsit a karakter irányában szűkítjük a dolgot, tehát azt mondjuk, hogy elmegyünk és a karakter irányába szűkítünk, akkor már kisebb lesz a halmazunk. Sokkal kisebb lesz a halmazunk. Ha a minőség irányába, ugye a maximális hozamnak a hozam maximalizálásával a termőhely, a szőlőérettsége, fel van a sorol minden, akkor még tovább szűkítjük a halmazunkat, és eljutunk a latin koncepcióhoz. Amiben látjuk, hogy az igazán komoly eredetvédelemben részesített bor nagyon komoly előírásoknak felel meg, de hát ezekre már körülbelül lehet mondani, hogy ezek terroir borok. Van Magyarországon már olyan megnevezés, ahol nagyon komoly lépéseket tesznek, tettek ennek irányába, ez Tokaj, illetve ahol a nagy közösség, az egész borvidék nem tudta még elfogadni azt a szűkítést, de viszont azt el tudta fogadni, hogy megkülönböztető jelzéssel prémium, sőt szuperprémium villány, vagy egerben a superior, grand superior megkülönböztető jelzéssel ezeket a borokat különböztessék meg. Ez egy nagyon fontos dolog, és majd a későbbiekben ez nagyon nagy szerepet játszik, itt a lehetőségeinket sorolom. Nagyon fontos a fogalom megvitatása és oktatása, kiemelten fontos. Nagyon sok rossz értelmezés van, és ez nagyon sokszor fölösleges indulatokat kelt. Higgadtan beszélgessünk egymással. Annak ellenére, hogy néha egyik oldal a másik arcába vágja, nem mondtam a rossz szót, hirtelen visszanyeltem, hogy melyik nem ért hozzá meg. Hogy nem, egyszerűen nem tehetjük meg, hogy nem higgadtan beszélgetünk erről. A terroir szemléletű termelés a sikeres eredetvédelem alapja. Gondolom erről részletesebben nem kell mondani.
Magyarországon lehetőség van mindkét termelési stratégiával sikeresen dolgozni. Nem minden termőhelyen, de vannak termőhelyek, amelyek csak erre, vannak termőhelyek másikra alkalmasak, de nagyon sok termőhelyünk van, amelyik mindkét stratégiára alkalmas. A terroár borok esetében fontos tényező, hogy egyedi, a tipikusan arra a termőhelyre jellemző borkarakter, ezt azért írtam oda, hogy kérem szépen, a borhiba vagy a borbetegség nem tévesztendő össze a tipikussággal. Ezt is tudomásul kell venni. És hát a sikeres terroárborok a világban nem hibásak, nem betegek. Annak ellenére, hogy Burgundiában is kóstoltam már nem teljesen egészségeset. Lehetőségeink kihasználása. Fontos lenne a termelési stratégiák tiszta alkalmazása egy-egy földrajzi áru esetében. Mondom, Tokajban erre törekvés van, és reményeink szerint meg lesz. A termelők leírások, termelő kezdeményezésre történő módosításánál nagyon fontos lenne a hosszú távú szakmai, itt a szőlőtermesztési szakma, a borászati szakma, az előbb elhangzott előadásoknak megfelelően, de a közgazdasági elvek érvényesítésére is. Mert esélyünk így van a fenntartható magyar borgazdaságra. Emlékezzen vissza, aki itt volt ezelőtt körülbelül 10 évvel, Pop József, a Agrárgazdaság Kutatóintézet akkori igazgatóhelyette tartott előadást, azt mondta, hogy hát nem nagyon látja a magyar borgazdaság versenyképességét, talán egy kis szegmensben a védett eredeti boroknál. Az idő őt igazolja, mert csökken a szőlőterületünk, talán most egy kicsit megáll. Lehetőségeink ebben egy könnyen érthető marketing kommunikáció megalapozása és alkalmazása. Ugye nem fajtát, nagyon könnyű fajtát, azt a betűsort, hogy Cabernet Sauvignon marketingelni. Azt a jelleget kóstolja a fogyasztó. Ezért sikeres világon. Sokkal nehezebb, szofisztikáltabb a termelhelyet. Jó, köszönöm. Vége van egyébként. Jó példák, Burgundia, Ausztria, egy mondatot szeretnék mondani. Burgundia a kommunikációval kapcsolatban is. A többit majd, ha kérdeznek. Burgundiában a megtermelt borok mennyiségének fél 0,5%-a Grand Cru. De ha valaki Dijontól leutazik Bónig, az út mentén számtalanszor azt látja, nem azt látja, hogy a burgundiai borok útja, meg a borút egyesület, azt látja, hogy a Grand Cru útja. Kérem szépen, a terroir fogalmához értelmezés sokat kell foglalkoznunk, lehetőség ez a szőlő és bortermelés fenntarthatóságának kialakítására, lehetőség hiteles üzenet megfogalmazására és a közösségi bormarketing megalapozására. Köszönöm figyelmüket!